Új mentőautókkal bővült az országos mentőszolgálat flottája. Most 117 jármű beszerzéséről döntött a kormányzat, tavaly pedig 193 autót vettek. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelte, 2010 óta több mint 600 új kocsi segíti a sürgősségi betegellátást. A lezárul ez az üteme a fejlesztésnek, a beszerzésnek 2018, az azt fogja jelenteni, hogy 7 évnél idősebb jármű nem fog futni, mentőautó nem fog futni Magyarországnak a közútjain, legfeljebb tartalékállományba fognak ezek az autók szerepelni. Az új gépkocsik mentéstechnikai eszközeinek fejlesztésére tavaly 1,3 milliárd forintot költöttek, idén pedig már 1,9 milliárd forint jut erre a célra. Az új eszközök között újraélesztőgépek, EKG monitorok, lélegeztetőgépek, vércukormérőkészülékek és perfúzorok, vagyis infúziós pumpák vannak. A munkaruhák cseréje is folyamatban van a mentőszolgálatnál, 1,1 milliárd forintból indítottak közbeszerzést tavaly. Ennek az első szakasza már lezárult, áprilisban 6000 mentő dolgozó kap új munkaruhát. A bejelentésen Onnodi Szűz Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár hozzátette, fontos feladat a mentőszolgálat további erősítése. A magyar mentőszolgálat az a biztonságos betegellátás Magyarország vetítményese, hiszen a legelső pont, ahol a betegek az egészségügyi rendszerrel találkoznak, az a mentőszolgálatnál történik. Én azt gondolom, hogy jól látható az, hogy minden támadás ellenére, ha valaki megnézi, hogy mi van a social médiában, akkor jól látszik, hogy a mentőszolgálat hiteles tudott maradni, hiszen gyakran az állampolgárok védik meg őket akkor, amikor valamilyen nemtelen támadás éri a mentőszolgálatot. Ez azért izgalmas kérdés, mert az ő munkájukat azt nem egy műtő magányában vagy egy rendelő bezártságában végzik, hanem kint a terepen a rokonok és a járókelők szeme láttára. Hitelesen tudnak viselkedni, hitelesen tudtak maradni az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ha valamire lehetünk büszkék, akkor ezekre lehetünk büszkék. Emelkedett a mentőszolgálat költségvetése is. A korábbi 22,8 milliárd forintról az idei évre már 39,7 milliárd forintra. Az egészségügyi béremelésen túl pedig 10%-os további bérnövekedést kapnak a mentődolgozók. Ez azt jelenti, hogy két év alatt összesen 67%-kal emelkedik a fizetésük. A mentődolgozók tisztelete az egyik legfontosabb érték számunkra ma is. A jól felszerelt, kényelmes, biztonságos mentőautók, a legmodernebb mentéstechnika, a folyamatosan fejlődő informatikai hátterünk, eszközeink, az egységes, jól megkülönböztethető és modern innovációt tartalmazó mentőruháink nem csak ahhoz járulnak hozzá, hogy gyorsan, hatékonyan és minél biztonságosabban végezzük a munkánkat, nem csak abban segítenek, hogy a jövő nemzedéke, a gyermekeink is arra gondoljanak, hogy vágyjanak a mentős hivatásra, hanem nekünk, az országos mentőszolgálat dolgozóinak is segítenek abban, hogy tiszteljük egymást, és tiszteljenek bennünket. 2010 óta 301 új mentőállomás épült, és 8 mentési pontot alakítottak ki. Idén pedig újabb 21 mentőállomás építésének az előkészületeit kezdték meg, mintegy 300 millió forintból. Az elmúlt időszakban 104 mentőállomást is felújítottak, így az ország mentőállomásainak a fele új vagy felújított épület.